Videóta 70 Mi a legnépszerűbb menetrögzítő kamerák gyártója támogatta. A kiváló képminőséggel és hasznos biztonsági funkciókkal rendelkező készülékek már magyar nyelvű menüvel és alkalmazással érhetőek el a hivatalos magyarországi forgalmazók kínálatában. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, egy picit a szurkolástól megfáradt hangon az én nevem Tamás Zsolt. Hát a Volkswagennek a Passat az egyik legfontosabb modellje. Idestova már 34 millió darabot adtak el belőle, és 1973 óta íródik a történelme, tehát több mint fél évszázados modellről beszélünk, ami immár a 9. generációjánál tart. Viszont mutatja az iparnak a változását, az igényeknek a módosulását, hogy most már egy ilyen autónak, egy kombinak alig van helye a piacon. Ráadásul most már nem is kapható szedánban, ami viszont érthető, mert állítólag csak minden 10. ember választotta a szedán karosszériát. Kombiban viszont még mindig lenyűgöző. Viszont nagyon fontos, hogy a Volkswagennél is meg kellett húzni a nadrágszíjat, és a fejlesztések során azért elég erős lépéseket kellett tenni. Szóval kiszervezték ennek az autónak a fejlesztését a Skodához, és persze márkatársak, egy koncernbe tartozik mind a Volkswagen, mind a Skoda, de érdekes, hogy az eddigi hatalmas konkurens, a Superb, lényegében ugyanaz a fejlesztő csapatnak a munkája, mint ami a Passaté. Így vagy úgy, egy biztos, hogy méretesebb lett az autó, és habár nem biztos, hogy megéri a 10. generációt, továbbra is egy olyan modell, ami a márkahű vásárlóknak jó döntés lehet. Ráadásul a mellettem található példány a dízel motorral lett felszerelve, ami akár több mint 1000 kilométeres hatótávot is jelenthet. Lássuk tehát, hogy mit kell tudni a 9. generációs Volkswagen Passatról. ...2024-ben azt mondani, hogy kombi már eleve nagyon különleges dolog, ha pedig még összetesszük, hogy dízel kombi, na ilyet már nagyon keveset látunk. MQB platform, erre épül ez a 9. generációs Passat is, mint megannyi Volkswagen modell, 4917 mm hosszú, ami plusz 14 cm-es méretnövekedést jelent a korábbi verzióhoz képest, és 2840 mm-es a tengelytáv. Olyan, mintha tényleg, mivel kiszervezték a Skodához, úgy gondolták, hogy hát ha ők nagy autót csinálnak, akkor a Volkswagenből is méreteset fabrikálnak, és óriási a lábtér hátul, fejedelmi tánctér az, ami rendelkezésre áll, és a fejtér is teljesen rendben van. Amiben nagyon jó még ez a Passat, és sokkal előremutatóbb, mint a korábbi generáció, az a 0,25-os alaktényező, ami 0,31 után tényleg óriási előrelépés, és egyébként ez tetten érhető több helyen, még akár a csendességében is az autónak. Viszont 2240 kg, vagyis azért jó nehéz, 100 kg-mal több, mint korábban, ez elég durva. Hát mindegy, ezt tudja az új Passat, nézzétek csak meg, alapvetően semmi különleges nincs benne, és ilyen kicsi, apró felnivel nem is néz ki igazán jól, viszont az, hogy kombi, variant, igazából nekem az egyik kedvencemmé teszi, én ugye a Touringot is a BMW-től imádom, nem vagyok SUV párti, teljesen feleslegesnek tartom, nem véletlenül a nagyobbakat már, Párizsban is azért megsarcolják parkolás esetén, LED Matrix fényszóró dolgozik elől remek fényerővel, a távolsági az, ami igazán menő, és azért látszik, hogy nagyon szűkre van szabva a hűtőrács, pedig azért nyilván hűtés kell a motornak, alul megy be a levegő legfőképpen. Elő pedig a két fényszórót összeköti egy ledes csík, de nem csak elő, hanem hátul is van ilyen, és van egy ilyen kis légbömlő itt, pont azért, hogy a légellenesi együttható még alacsonyabb legyen. Szerintem szép a forma. Nem biztos, hogy azt mondanám, hogy szebb, mint a Skoda Superb, de teljesen ergonomikus, és hatalmas a helykínálat, ahogy említettem. Panoráma üvegtető, ami jó fél millió forintba kerül, szóval azért nem egy olcsó mulatság, és hogyha hátra jövünk, akkor itt is látszik, hogy inkább az egyszerűsége, a nagyszerűsége ennek az autónak, hátul a Passat felirattal, illetve szintén a ledes lámpákkal, amik bizony egész szép fényjátékot adnak, amikor bekapcsoljuk az autót, és ezek is modernizálják egyébként a kocsit, nyilván parkolószenzorok, amik a keresztforgalmat is figyelik, hátsó ablaksötétítés, egy kis ablaktörlő és 690 literes csomagtartó,
ami akár lényegében 1920 literre is bővíthető a hátsó üléstámlának a lehajtásával. Hát azért ez egy óriási tér, nem különlegesen nagy, de azért itt bújnak el az SUV-k a Passat mögött bőséggel. Kis akasztók, zacskóknak le tudjuk dönteni a hátsó üléseket, van egy szivargyújtó csatlakozónk, és a másik oldalon is hasonló, plusz ki tudjuk húzni a vonóhorgot is, mert természetesen maga után tud húzni elég méretes utánfutókat is az autó. Szóval, hát külsőleg most röviden és tömören ilyen ez a Passat, szerintem azért olyan nagyon egyedi dolgok nincsenek rajta, de csúnyának sem lehet nevezni, kivételesen egy nagyobb felnivel biztos, hogy azért mutatósabb lenne, csak akkor a menetkomfort csökkenne valamelyest. Ha nagyon őszinték akarunk lenni, különlegességet nem találunk a beltérben. Olyan ez a Volkswagen Passat, mint a legtöbb mai autó, nagy kijelzőkkel rendelkezik, van néhány dizájnelem, hangulatvilágítás itt oldalt elől, illetve nagyon komfortos ülések. De igazából itt már nem az volt a cél, hogy a rendkívüli megoldásokkal kápráztassák el a vásárlókat, hanem hogy lényegében azt nyújtsák, ami a legbiztosabb és ami a leginkább kelendő, mert tényleg itt az a helyzet, hogy jó az anyaghasználat, kivéve egy-két ilyen lakkozott elemet, aminek szerintem semmi értelme nincsen, így el is tudjuk zárni egyébként a pohártartókat, illetve ezt a vezetékmentes töltőpadot is. Én nem mondom, hogy azért túl izgalmas, nem mondom, hogy nagyon tetszik, de van egy-két olyan rész, ahol látszik, hogy talán még gondolkodtak. Például, hogy fizikai gombokat kapott a kormány, innen lehet vezérelni a tempomatot többek között, illetve nyilván a hátul lévő kijelzőt, ami 10,25 colos, és rengeteg mindent képes kijelezni, ahogy itt a vágóképeken is látható. Szép dizájnos az ajtónyitó kilincs, jó helyen vannak az ablakemelők, amelyekből szerencsére négy is akar, tükörállító, rendkívül jó anyaghasználat, és igazából csöndes beltér, még nagyobb sebességnél autópályán is azt lehet érezni, hogy finom érzés az autóban ülni. Igazából csöndes, tehát tényleg sem göldülési, sem pedig komoly szélzaj nem szűrődik be. Egyértelmű viszont, hogy a legnagyobb figyelmet ez a hatalmas táblagép kapja, ami alapesetben idézőjelesen csak 12,9 incses, itt viszont már egy 15 colos 1260x2240 pixel felbontású panelt kapunk, aminek a működési sebessége egyébként nem rossz, azért nagyon sok éve fejleszti már ezt a rendszert a Volkswagen, ami anno az ID3 környékén debütált, de még mindig nem sikerült azt végrehajtani a szoftvermérnököknek, hogy ne akadozzon. Viszont szerintem jól átlátható. Nyilván telefonkapcsolatot is hozzá tudunk adni, meg kezdőképernyőre is tudunk ugrani, ülésszervezetés, ülésfűtés, klimatizálás, de ami szerintem az egyik legjobb, hogy a start-stopot is egy ilyen gomnyomásra lehet tudjuk kérni. Itt van a parkolási segítségünk, szóval igazából a kamerát is meg tudjuk nézni, ami valójában nem az igazi, mert borzasztó a képminősége, egy dél-koreai vagy éppen japán gyártó lazán megugorja ezt a szintet. És ami még tetszik, hogy az asszisztens szolgáltatásoknál egy gomnyomással a pittyegést, a sebesség túllépése ki tudjuk kapcsolni, szóval szerintem azért nem rossz ez a rendszer, meg vannak ilyen gyors kártyák is, vezetékmentes Apple CarPlay, Android Autó támogatás, csak még a sebessége nem tökéletes, illetve az, hogy még mindig ilyen érintő gombokkal kell vezérelni a hőmérsékletállítást, vagy éppen a hangerőt, hát ez finoman szólva sem kényelmes és kevésbé kitapintható, de már szerintem hozzá lehetett szokni az elmúlt években. Itt jön be a levegő, ahogy mondtam, két pohártartó, ide elrejtettem a forgalmit, mert sok mindent ide lehet pakolni természetesen. Comtámaszos, nagyon jó oldaltartású, hosszú ülőlappal rendelkező ülések, panoráma tető, ami azért növeli a térérzetet, nyilván világítással rendelkező sminknükör, gyönyörű visszapillantó tükör, szóval nagyjából ilyen a Volkswagen Passat 9. generációjának a beltere, leginkább a tágasság és a visszafogottság a két jellemző szó rá. Na jó, még a modernséget is ide mondanám harmadiknak. Én annyira szoktam örülni a dízelmotornak, mert annyira ritka már, pedig ezzel lehet egy fenékkel a legtöbb kilométert megtenni még mindig.
és hát az elektromos autóknál hányszor olvasom, hányszor halljuk, hogy ó, az én TD-im az 1000 kilométerre is képes. Na itt is kiírta ezt a rendszer, sőt, nyilván országúton még ennél többre is képes. De ha valaki már nem bízik a dízelben, ha már valaki nem bízik a Volkswagen féle dízelben, akkor is összesen 7 féle hajtáslánc közül lehet választani. Van mild hybrid, 2 turbós benzinmotor, többek között 3 dízel, vagy éppen 2 féle plug-in is. Tehát a választék az meglehetősen széles, mindenki megtalálja a saját magának megfelelőt. A lényeg az viszont, hogy itt egy 150 lóerős dízel motor dolgozik a gépházhető alatt, méghozzá 360 Nm-es nyomatékkal. Hát a gyorsulás az 9,3 másodperc 0-ról 100-ra, tehát nem észveszejtő, ami alatt elérjük állóhelyzetből a 100-at, de ez az autó egyáltalán nem is ebből a célból készült, hanem itt a komfortos utazásra próbálták kihegyezni az egész modellt, és az viszont megvan. Ugye, amit nem mondtam a beltérnél, mert direkt itt akartam, hogy felkeltsem rá a figyelmet, hogy ide fölkerült a váltókar, vagy lényegében az irányválasztó, ahogy az ID sorozatnál előre, illetve hátrafelé kell billenteni ezt a kis kapcsolót, így lehet megválasztani, hogy előre vagy hátrafele megyünk, ami viszont már rögtön megmutatja, hogy máshova kellett helyezni az ablaktörlő lapátokhoz tartozó bajusz kapcsolót, ide bal oldalra tették. Hát először én itt mahináltam vele, hogy hogyan is kell egyébként lemosni az ablakot, meg kell nyomni a gombot, fölfele-lefele tekerni egy ilyen részt. Szóval bár hozzá lehet szokni, ez sokkal jobb, mint a Teslának a gombos indexe, de azért először keresi, kutatja az ember, hogy itt mi történik, hogy történik. Na mindegy, ez a dízel motor, ez kicsit lomhább lett azáltal, hogy 100 kg-mal több lett az autó, mint korábban, de azért ebből sokat nem veszünk észre, mert alapvetően azért tényleg nyomatékos a motor, jól viszi az autót, elegendő is a teljesítménye, nyilván városban, városon kívül is lazán felvehetjük a közlekedésnek a dinamikáját, és ehhez még tartozik egy 7 fokozatú dupla kuplungos DSG automata váltó, nem is lehet mással kérni, mint ahogy a kombi karosszéria is az egyetlen verzió, ugye mivel minden tizedik volt csak szedán, amit kértek egyébként ebből az autóból, ahogy már említettem, de az automata váltó meg tök jól működik, tehát hogy semmi gond nincsen vele, akkor érződik egy picit azért a károsanyag kibocsátási normák miatti folytás, amikor úgy hirtelen akarunk meggyorsítani lassú tempóról, mert ott azért így gondolkodik, hogy mi újság, mit is szeretnénk tenni pontosan, és azért lehetnek meglepetések, de utána már azért nyilván olyan gyönyörűen kapcsol, hogy észre sem vesszük, tényleg pöpec azért ez a megoldás, persze, hát majd meglátjuk 200 000 km után, hogy mennyibe kerül kuplungolni, vagy esetleg felújítani, mechatronikát cserélni, stb., ami ugye ezeknél a DSG váltoknál és korábbi verzióknál előfordult eléggé rendesen. Szóval egy menet komfort tekintetében tök jó, ami ez még jótékonyan járul hozzá, az a csend, ami itt uralkodik, azért most is itt az Őrsvezértere környéken elég nagy forgalomban megyek, és hát leginkább annak a hangját hallhatjuk, hogy itt a levegő áramoltatja a rendszer, meg hogy mindenki próbálja kikerülni az épp balesetet szenvedő autókat, mert hát az emberek nem tudnak vezetni, és őrültködni kell, menni kell, és az itt az éles sarok környékén is tegnap is olyan baleset volt, hogy csak lesett az ember, meg buszában közlekednek, szóval lehetne itt még sorolgatni, hogy mégis miért vannak balesetek, de alig hallatszódik be bármi a környezeti zajból, és amikor autópályán mentem a kocsival, akkor is az volt az érzésem, hogy azért itt tényleg nyugodtan elbeszélgetett az ember a másikkal, hallgathatja a zenét, jól szól a hangrendszer, szóval ez egy inkább kényelemre hangolt autó, és hát ehhez még pluszban a futómű is hozzájárul. Elől egyébként McPherson rugós tagos a felfüggesztés, hátul pedig 4 lengőkaros a futómű, szóval tök jól csillapítja a különböző úthibákat, finomra lett hangolva, nem azt mondom, hogy olyan, mint egy nagyon nagy Hyundai SUV, nem annyira puha, de azért lengedező, tehát pont a városi közlekedésre, vagy akár a hosszú utazásra lett ez beállítva, pont azért, hogy lényegében az ember komfortos és jól érezze magát az autóban, mégis azért annyi stabilitása van, hogyha elmegy az ember már hegyes útszakaszra, akkor sem érzi azt, hogy kidől az autóból. Na hát itt a motoros azért eléggé nagy tempóval közlekedett, de még ennek a hangja sem volt annyira drasztikus, hogy zavaró legyen.
Tehát, hogy ez az autó, ez nem adja meg a vezetésnek az élményét, puha a kormány, de egyébként az a vicces, hogy nem erős a szervó annyira, mert például az MX-5 után ültem be ebbe, és olyan volt, mint egy buszkormányt így kellett két kézzel nekem tekergetni, annyira fura érzés volt, de utána már megszoktam, csak tényleg, tehát nincs annyira szervósítva, most szép magyar szóval ezt így elmondva, mint amennyire várnánk a futómű, illetve a dízelmotor kényelmétől. Hát meg a másik, amit én gyűlölök ebben az autóban, az a vezetősegítő asszisztens szolgáltatásoknak a csipogása, mert bár könnyedén ki lehet kapcsolni, de de jó, hogy ide jött ez a sípolás. Tehát én lassítok teljesen normális tempóval, és ő már sikító frászt kap, hogy mégis mi történik, meg jaj, neki megyek, meg jaj, ütközés, figyelmeztetés. De ugyanígy múltkor volt egy állókocsi sor, és hát nagyjából egy autó fért el oda-vissza egy-két irányú utcában. Ennek ellenére én próbáltam kisorolni két autó közé, na ő már úgy érezte, hogy én valaminek nagyon neki akarok menni, és öngyilkos akarok lenni, és úgy behúzta a féket, és meghúzta a biztonsági öveket, hogy én azt tudtam, hogy mi van, a hangtól megijedtem, igazából magától, a cselekedettől teljesen meghaltam, és borzasztó volt, hogy igazából nem értettem, hogy akkor mi történik, tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon túlérzékeny az összes ilyen vezetősegítő asszisztens szolgáltatás, meg hát persze az a csipogás, amit legalább könnyen ki lehet kapcsolni, a sebesség túllépés, ami minden automárkánál már így van, hogy 50 helyet, ha 51-el megyünk, akkor megint csak baj van. Szóval van rengeteg ilyen vezetősegítő rendszer itt ebben az autóban, ultramodern a Volkswagen Passat 9. generációja, csak nem tudom, tehát hogy ez, akkor inkább ne legyen a fele, hogyha mindentől megijed, meg minden neki probléma, meg mindentől frászt kap, mert így már nekem is rosszabb, és én is idegbajosabb leszek, hogy már mit csipog, meg miért csipog, meg mi az, amit már elkövettem, amiatt börtönbe fognak csukni, mert hogy ja Istenem. Na hát ez tényleg nem az igazi, azért valljuk be, ezen még szoftveresen lehetne módosítani nyugodt szívvel. A fogyasztása pedig az autónak úgy alakul, hogy én elég sokat közlekedtem most a városban, és ilyen 7,8-7,9 litert mutat a fedélzeti rendszer. Valószínűleg után tankolásnál azért egy picivel több lenne, de legyen mondjuk 8,1, ami nem olyan remek eredmény, de ha kimegyünk autópályára, vagy főleg országútra, akkor aztán 2-3-4 literből is megúszhatjuk, ami már bőven 1000 km fölötti hatótávot is jelenthet. Nem mintha egyáltalán el tudom képzelni, hogy én annyit akarnék vezetni, anélkül, hogy megállnék tankolni, vagy pihenni, vagy WC-re menni, vagy bármi. De lehetőséget kínál az autó erre. Szóval innentől kezdve ez egy nagyon jó dolog, és ezért sem akarnám a dízeleket száműzni, persze az ipar száműzi, mint hogy az EU nagyon sok mindent száműz, amit nagyon nem kéne, de ez egy teljesen másik videónak a témája. A lényeg az, hogy a fogyasztás a városban közepes, azon kívül viszont ultra jó ennek az autónak. Na hát persze azért, ameddig mondjuk 10 évvel ezelőtt egy Volkswagen Passat 10 millió forint alatt elcsíphető volt, most már azért ez nagyon-nagyon nincs így. Már minden 10 millió forint fölött van bőven, itt is 17 millió forint környékén indul az alap, ami kulcs nélkül indítás, vagy éppen távolságtartó tempomatot azért nyilván tartalmaz. A dízel az 17,7 millió forint környékén van, ehhez hozzájöhet még a félmilliós üvegtető, a 341 ezer forintos Harman Kardon rendszer, tehát azért lehet még itt tornázgatni az árakat rendesen, de ez a 16-7-8 millió forint környékén azért ez az autó már megvásárolt, ami valami sok pénz, tehát hogy enyém meg a fene már tényleg, hogy minden ennyibe kerül, és én nem értem, hogy a fenébe fizeti ki ennyi magyar ember ezt az autót. Számomra ez még mindig megválaszolatlan kérdés, de mindegy, ennyibe kerül, ugye hát konkurensekből pedig nem nagyon van, 5-ös BMW vagy Skoda Superb, tehát hogy kihaltak már a dízel kombik, meg egyáltalán a kombik is sajnos, mert mindenki nagyon SUV-t akar, a fene egye meg. Egy érdekes autó ez. Nyilván sokkal olcsóbban kéne adni, elérhetőbb áron kéne adni a mindenkinek az autókat, hogy ne az legyen, hogy 16 éves az átlag életkora a magyar gépjárműpartnak, de ahhoz viszont tényleg azért ez a 17 millió már nem egy jó irány, meg sok minden nem jó irány, tényleg most biztos negatívan jobb helyet bal lábbal keltem föl. De amúgy nem rossz a Passat, tehát tényleg azért hozza az elvárhatót, hozza a kötelezőt, tehát lényegében erre mentek a mérnökök, erre ment a gyártó is, hogy aki márkahű, aki ebben az automárkában és ebben az autótípusban hisz, az ne csalódjon és nem is fog csalódni.
Na, mit gondoltok erről a Volkswagen Passatról? Mindenképpen írjátok meg kommentben. Én pedig köszönöm szépen a figyelmet. Vigyázzatok magatokra és egymásra. Sziasztok!